A műsort támogatta a Franklin Kávé Magyarország, az egyéni, vezetői és szervezeti kiválóság szakértője. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Sikersorozat első adásában, ahol az egyéni eredményességről beszélgetek vendégeimmel. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Én szeretném bemutatni Fekete Erikát, tanácsadó trénert, és Bölcsföldi László, ügyvezető igazgató, tanácsadó tréner vendégeinket, és rögtön vágjunk is bele a közepébe, és kicsit definiáljuk azokat a szavakat, amire így egyáltalán a tudatosság eredményesség kapcsán szeretnénk ma beszélgetni. Erika, azt kérdezném tőled, hogy tedd meg, hogy mondd el nekem, hogy mi az, hogy tudatosság. Számomra a tudatosság egy nagyon-nagyon fontos szó, már egészen fiatalom koromtól, onnantól kezdve, hogy például tudatosan választottam iskolát, hogy mit szeretnék tanulni, mivé szeretnék válni. És aztán tudatosan választottam munkahelyeket is. Tehát számomra a tudatosság azt jelenti, hogy tudom, hogy hol vagyok, ki vagyok, hová szeretnék eljutni, és hogy mit teszek ennek érdekében. Akkor nézzük most az eredményességet. Mi cégünknek van egy saját definíciója az eredményességre. Mi azt szoktuk mondani, hogy az eredményesség azt jelenti, hogy úgy érünk el kiváló eredményeket ma, hogy ezeket az eredményeket újra és újra meg tudjuk ismételni, sőt, akár fokozni is tudjuk. Tehát számunkra az a fontos ebben, hogy ne csak valami egyszeri sikerről beszéljünk, hanem valami olyasmire legyen receptünk, hogy hogyan tudunk úgy folyamatosan állandóan jobb és jobb eredményeket elérni, hogy menet közben nem emésztjük föl az eredmény elérő képességünket. Tehát nem emésztjük föl saját erőforrásainkat, környezeti erőforrásainkat, kapcsolati tőkénket, hanem mindez megmarad, sőt, akár erősödik is menet közben. Elmítetted, hogy a mi cégünkben, ez még nem hangzott el, hogy a Franklin Kávé cégről beszélünk, és egy picit a hátterét szeretném, hogyha elmondanátok, hogy ki is volt az a Stephen Covey, aki megalapította ezt a céget? Stephen Covey egy amerikai vezetésfejlesztési szakember volt, és ami engem lenyűgözött az ő pályafutásában, az az, hogy ő gyakorlatilag egy 45-47 évet az életéből arra szánt, hogy ezt a témát kutatta, a vezetésfejlesztést. Tehát végignézte, hogy, illetve az egyéni eredményességfejlesztést is, hogy azok az emberek, akik valami nagyot alkottak a világtörténelem során, és akik tartósan, eredményesen működtek, legyenek azok üzleti vezetők, vagy politikusok, vagy egyszerűen hétköznapi emberek, de valamilyen szinten kiválóak voltak, ő megnézte, hogy mitől voltak ezek az emberek kiválóak. Mitől alkottak ők tartósan olyan eredményeket, amiért fel lehetett rájuk nézni. És észrevett esetleg valami törvényszerűséget ebben? Így van. Tehát tulajdonképpen ezeket a törvényszerűségeket szedte ő sorba, és rendezte be egy olyan rendszerbe, amit aztán elnevezett egy hét szokásnak, ami a kiemelkedően eredményes emberek hét szokásának az alapja lett. Tehát ez tulajdonképpen egy meglévő tudásanyag a világban, amit ő felkutatott és rendszerezett. Én úgy tudom, hogy ebben a törvényszerűségben van egy ilyen furcsa hármas szó kombináció, hogy látom, teszem, kapom. Azt elmondanád, hogy ez mit is jelent ebbe a filozófiába? Ez azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, hogy a gondolkodásmódunk alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan viselkedünk, mik lesznek a cselekedeteink, és ezek a cselekedeteink határozzák meg elsősorban azt, hogy milyen eredményeket fogunk az életben szüretelni, és ezek az eredmények újra visszahatnak az eredeti gondolkodásmódunkra, és az egész egy kicsit egy önbeteljesítő jóslatként funkcionál. Én azt szoktam mondani tréningeken a résztvevőknek, hogy figyelsz, hogy gondolkodsz, mert így is úgy is igazad lehet. Nem ugyanaz az igazad lesz, de bármilyen módon gondolkodsz egy adott dologról, megteremtheted annak a valóságát. És itt most nem valami ezoterikus varázslásra gondolj, hanem ez egy teljesen józan észre belátható dolog, hiszen mi beleillesztjük a gondolkodás és az eredmények közé magát a viselkedés és a tevékenységeinket, és azt gondoljuk, ez nem véletlenszerű, hogy mi hogy viselkedünk, hanem ezt a gondolkodás módunk fogja leginkább meghatározni, befolyásolni. Esetleg, hogy ez ne csak ilyen elméleti szintű legyen ez a magyarázat. Tudnátok erre mondani esetleg egy életszerű példát?
ahol ezt látod? Nekem például az jut eszembe, hogy a főiskolás koromban én nagyon nagy halogató voltam a vizsgákra való készülésben. Mindig az utolsó napokon tanultam meg, és aztán csodálkoztam, hogy teszteltem magam, hogy ideges voltam az utolsó pillanatban, hogy aztán elfelejtettem ezeket a dolgokat. Pedig ha ezt ebben a körben megnézzük, ugye, hogyha nem készülök fel időben egy vizsgára, és az utolsó pillanatra hagyom, akkor ez egyértelmű, hogy egy stresszes helyzet lesz, egyértelmű, hogy ezzel a gyors tanulással nem egy mély maradandó tudást szerzek meg, és ennek tudatában kell jobban előre tervezni és beosztani az időt, hogy ne jussak ebbe a szituációba. És volt-e olyan esetleg, Laci, vagy találkoztál-e ilyen szituációval, hogy valaki azt érezte, hogy valami nem, nincs rendben körülötte, tehát valami változtatni kellene, és változtatott rajta, és mégse állt be egy hosszú, hosszú, igazi, tartós változás. Annak láttál-e ilyet, mi volt ez esetleg, és hogy mi lehetett ennek az oka? Hát először is az a kezdeni, hogy szerintem ilyenből sokkal több van, mint amikor a sikerül a tartós változást megteremteni. Tehát ha körbenézzünk az életünkben, akkor rengeteg próbálkozással találkozunk, ami nem vezet eredményre. Mondok egy pár ilyen példát, hogyha beiratkoznak százan egy nyelvtanfolyamra, hogy szeretnének középfokú nyelvvizsgát tenni néhány hónappal később, vagy egy évvel később, érdemes megnézni, hányan járnak még mindig a tanfolyamra. Vagy nagyon érdekes megfigyelés, hogy január, február, márciusban mennyivel jobban tele vannak az edzőtermek, meg az uszodák, mint mondjuk júniusban vagy szeptemberben. Tehát nyilvánvalóan itt van valamiféle egyszeri impulzus, vagy egy átmulatott éjszakán meghozott újévi fogadalom, ami miatt az ember elkezd valamit csinálni, de a mögöttes gondolkodásmód természetesen egy ilyentől nem változik meg, és valamilyen kipróbált új szokás egyszerűen nem marad életbe, mert a gondolkodási séma ugyanaz maradt, ugyanazt gondolom az egészségről, ugyanazt gondolom a nyelvtanulásról, mint korábban gondoltam, de egy egyszeri impulzus miatt elkezdtem valamit máshogy csinálni, és ez természetesen nem volt tartós. Szerintem azok nyelvvizsgáznak le, azok fogynak le, vagy azok kezdenek el tartósan foglalkozni az egészségükkel, azok szoknak le a dohányzásról, akiknél valami kiváltott egy olyan mértékű gondolkodásmódváltást, ami után nem volt kérdés, hogy a cselekvés az életben marad-e vagy nem. Nagyon érdekes sztorit tudok mondani a saját édesanyámról, aki egész gyermekkoromat végig dohányozta, hárman vagyunk testvérek, és a saját gyermekei kapcsán nem nagyon zavarta őt a dohányzás, de 25-26 évvel ezelőtt egyik pillanatról a másikra leszokott a dohányzásról, úgyhogy mi egyébként észre se vettük. Nagyon érdekes dolog történt, tényleg meg szoktam kérdezni a részvevőket, hogy mit gondolnak, hogy mi történt, és persze sokan mondják azt, hogy biztos elment egy orvosi vizsgálatra, és egy trauma érte, és emiatt szokott le a dohányzás, és ez is egyébként egy jellemző impulzus tud lenni arra, hogy valaki tényleg a gondolkodásmódját megváltoztassa, és aztán ezután már tényleges viselkedésváltozást tud belépni. Nála nem ez történt, hanem megszületett az első unokája. És azt mondta magába, hogy az unokáimnak már nem akarom azt a mintát mutatni, amit esetleg a gyerekeimnek is mutattam, és lehet, hogy ő maga se volt elégedett azzal a mintával a dohányzás kapcsán, amit a gyerekeinek mutatott, egyik pillanatra a másikra soha többet életében rá nem gyújtott. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megint nem arról van szó, hogy divatból, vagy mert egy barátnőm azt mondta, vagy a tévében hallottam, hogy érdemes leszokni a dohányzásról, és akkor emiatt leszokom, hanem valami megváltoztatta a gondolkodásmódomat, és innentől nem volt kérdés a viselkedés, és ha a viselkedés megváltozott, természetesen nem volt kérdés az eredmény sem. Szóval ezek a valódi sikersztorik, és sokkal több olyan van, amikor csak úgy próbálkozunk, de a gondolkodásmód nem változott meg, ezért a viselkedés sem lesz tartós, és ennek az eredménye sem jön meg. Igen, ezt a gondolkodásmódváltást szokták manapság hívni divatosan szemléletváltásnak is, illetve én úgy tudom, hogy a ti programjaitok konkrétan paradigmaváltás szóval szoktátok ezt a fogalmat kiváltani, vagy hívni. Tudnál-e esetleg olyan helyzetet mondani, amikor észlelnünk kellene már, hogy na itt van az a pillanat, hogy kellene szemléletet váltanunk, vagy paradigmát váltanunk? Milyen helyzetekre gondoljanak a nézők egyáltalán? Mondtál nagyon jó példákat a fogyással, vagy az angol tanulással, vagy itt édesanyáddal a dohányzással, de hogy tudnál-e még mondani olyan szituációkat? Milyen élethelyzetekről beszélünk? Szerintem az életünk gyakorlatilag minden szerepében, minden szituációban erre szükség lehet, de előtte még hadd menjek egy kicsit visszább, szeretnék egy kicsit felmenteni mindenkit. Tehát, hogy én tudom, hogy nagyon-nagyon nem könnyű a paradigmáinkat megváltoztatni. A paradigmáink úgy alakulnak ki, hogy évtizedeken keresztül rakódnak ránk, van egy meggyőződésünk, és nem nagyon szoktuk menet közben vizsgálni ezeknek az igazságtartalmát, egyszerűen beleszokunk valamiben. Legtöbbször nem is mi magunk alakítjuk ki, ezeket örököljük a környezetünktől, a szüleinktől, a,
az iskolarendszertől, amiben jártunk, és olyan hosszú időn keresztül hatnak ránk, hogy ezt tartjuk szuperigazságnak. Azt szoktam mondani, hogy nem nagyon hagyjuk, hogy a tények összezavarják a véleményünket. Tehát olyan erősen ragaszkodunk ezekhez a paradigmákhoz, hogy amikor már kezdjük érezni, hogy esetleg a tényszerűséggel ezek konfliktusban vannak, akkor is inkább maradunk ezeknél, mert ez van a komfortzónákban, itt érezzük magunkat biztonságban. És az összes paradigmánkat el kellene dobnunk, és mindegyik helyett most újat kellene fölvennünk, akkor nagyon bizonytalan helyzetben éreznénk magunkat, és valószínűleg úgy éreznénk, hogy kicsúszott a talaj a lábunk alól. Tehát nagyon érdekes, hogy néha még a téves paradigmánkra is szükségünk van egyszerűen a biztonságérzetünk miatt, de azt gondolom, hogy leginkább, hogyha nyitottak vagyunk a világ fele, ha képesek vagyunk sokszor feltenni azt a kérdést bizonyos véleményeink kapcsán, hogy ez egy tény, vagy ez egy paradigma, ha el tudunk kezdeni out of box módon, vagy a dobozon kívül gondolkodni, új megoldások, új irányokba is nyitottak lenni, akkor leszünk képesek arra, hogy egy-egy életszituációban tényleg mérlegeljük azt, hogy most csak ragaszkodom valamihez, ami kényelmes, vagy tényleg nem az az igazság, amit én nagyon régóta annak gondolok. És hogy visszatérek arra, hogy milyen helyzetek lehetnek ezt, itt nem csak a munkára kell gondolni, nagyon sokan élünk szülőként is egy párkapcsolatban, vannak barátaink, rokonaink, testvéreink, szüleink. Én azt gondolom, hogy a legtöbb kapcsolatunkban időnként érdemes megkérdőjelezni a véleményünket, a gondolkodásmódunkat, ha úgy tetszik, a paradigmáinkat, mert néha egy új szemléletmóddal rátekintve egy adott szituációra, vagy egy adott egyénre, vagy egy adott nem tudom én, szervezetre, vagy bármire, amivel kapcsolatba kerülünk, teljesen új utakat fedezhetünk fel, teljesen új megoldásokra, jobb eredményekre juthatunk. Van esetleg, Erika, neked is valami életszerű? Én arra gondolok, hogy itt például nagyon fontosak a visszajelzések a környezetünkből, akár barátoktól, akár kollégáktól, amikor valaki jelzi, hogy figyelj, ez már nagyon gáz, ahogy viselkedsz. És lehet, hogy észre se veszem, hogy, hogy ez nem volt oké, ahogyan én reagáltam. Tehát bármilyen visszajelzés, amit tükörként kapunk, az arra késztethetne minket, hogy vegyünk fel egy másik szemüveget, hogy is látnak minket kívülről mások. Az mennyire egyezik azzal, amit én gondolok magamról. Igen, hát az általában már gyanús, amikor valaki meséli ismerősünk, hogy ezzel is összeveszett, meg azzal is összeveszett, meg a harmadikkal is, meg a negyedikkel is. Hát nyilvánvalóan ott akkor azért érdemes lenne megkapargatni ott a mélyben, hogy mi van ő vele, és hogy ő hogy látja az adott helyzetet. De ugyanígy találkozom nagyon sokszor olyan munkavállalókkal, akik már az 5., 6., 10. munkahelyükről lesznek elküldve. És persze nem ők a hibásak érte, hanem az a bizonyos főnök, aki őt kirakja attól a cégtől, és nagyon érdekes lenne ránézni saját magára, akár egy paradigmaváltáson keresztül, hogy vajon jól látja ő saját magát ebben a helyzetben, és kellene változtatni még valamit. De akkor azt mondjátok, hogy ennyi, és akkor látom, teszem, kapom, tudatos vagyok, jön az eredmény, a siker, vagy van még ezen kívül valami más is, amit érdemes tudni? Nekem most beugrik az Einsteinnek a híres mondása, hogy semmilyen problémát nem lehet megoldani ugyanazzal a gondolkodásmóddal, mint amivel kreáltuk. Biztos, hogy valami egészen más gondolkodásmódot, paradigmát kell kitalálnunk, hogy más megoldásra jussunk. Stephen Covey összeszedte ezeket a gondolatokat, és egy 7 szokás nevű programban tette ezt közkincsé, és megdöbbentő volt számomra a tény, hogy ezt az elmúlt 30 évben több mint 30 millió példányban eladták az ő gondolatait. Úgyhogy én feltételezem, hogy ezek azért mindenféleképpen érdemesek arra, hogy erről most egy picit beszéljünk, nyilván nincs túl sok időnk, de hogy mi is ez a 7 szokás? Szerintem a 7 szokás az egy kristálytiszta életvezetési elvrendszer. És talán azért is fogyott 30 millió példányban, mert igazából nem a Stephen Covey-nak a gondolatait tartalmazza, ahogy az Erika korábban említette, ő elsősorban kutatta és összeszedte ezeket a gondolatokat, de szerinte és szerintem is ezek olyan életbölcsességek, amelyek az emberiséget mindig is jellemezték, vagy az emberiség egy részét mindig is jellemezték. Tehát én azt gondolom, hogy amit ő összeszedett ebben a 7 szokásban, azok olyan gondolkodási és viselkedési sémák, amelyek attól függetlenül, hogy melyik történelmi korban járunk, vagy melyik földrészen, melyik kultúrában, melyik konkrét országban vagyunk, megkülönböztetik azokat az embereket, akik tartósan kiváló eredményeket tesznek le az asztalra, nem csak az önmaguk, hanem a környezetük számára is szolgálnak valamit. Azokhoz képest, akik pusztán jól vagy középszerűen, vagy gyengén teljesítenek. Számomra az a nagyon érdekes ebben a 7 szokásban, hogy ez egy
idealizált rendszer egyébként, tehát az nem érhető el, hogy mi a hét szokás szerint működjünk. Tehát aki ezzel az indítatással kezd bele ebbe a dologba, olvass el a könyvet, hogy jön el egy ilyen témájú képzésünkre, az eleve kudarcra van ítélve. Én mindig azt szoktam mondani, hogy itt az arányokról érdemes beszélgetni, hogy a velem szembe jövő szituációk 10%-ában vagyok képes ezen elvek szerint viselkedni és működni, vagy 50%-ában, vagy 80%-ában, hatalmas különbség lesz. Szerintem a fő cél az az, hogy én ha számomra fontos ez a téma, meg fontos ez a személyes eredményesség, mert nekem az is rendben van, ha valakinek nem az, és éli az életét úgy, ahogy eddig élte, de valakinek ez fontos, szeretne előrébb jutni, szeretne egy egységesebb, boldogabb életet magának felépíteni, akkor az a lényeg, hogy képes legyek ezt az arányt folyamatosan növelni. Tehát ha én ma jobb vagyok a hét szokásban, mint 5 évvel ezelőtt voltam, és 5 év múlva jobb leszek a hét szokásban, mint ma vagyok, akkor az eredményeim is ugyanezt az utat fogják bejárni. Jobb kapcsolataim, kellemesebb eredményeim, jobb életkörülményeim, jobb élethelyzeteim lesznek évről évre folyamatosan, mint ahogy ez a múltban kinézett. Tehát akkor, ha jól értem, akkor erre időre van szükség, erre türelemre van szükség, kitartásra van szükség, és ez valami egyfajta fejlődési folyamat, ugye? Abszolút. Én azt gondolom, hogy ennek soha nincs vége. Tehát, hogy ez nem egy év alatt abszolválható, vagy egy hónap alatt abszolválható, hanem ezt az életem során folyamatosan tudom tökéletesíteni, ugyanúgy, mint bármilyen más értékes dolgot. Csak hadd mondjam el azt, hogy én most már lassan 10 éve tanítom ezt a hét szokást, és nagyon a szívem belsejéből érzem, és szeretem tanítani, és csinálni is. Ennek ellenére néhány hónappal ezelőtt részt vettem egyszer egy szemináriumon, ahol a közönség soraiból is kérdeztek, és megkérdeztek, hogy és én hogy vagyok ezzel a hét szokással, mennyire sikerül a mindennapokban alkalmaznom, és ott kicsit olyan mondatot mondtam, mintha egy coming out lenne. Azt találtam mondani egy kis gondolkodás után, hogy igazából minden nap megszegem mind a hetet. Mert ez a valóság, ez az igazság, de azt gondolom, hogy sokkal jobban művelem ezeket a szokásokat, mint műveltem néhány évvel ezelőtt, és abban is biztos vagyok, hogy néhány év múlva is jobban fogom művelni, mint ahogy most művelem. Ezt nem lehet befejezni, csak elkezdeni. Folyamatos tanulás. Arra sajnos kevés a műsoridő, hogy valamennyi szokásról szót ejtsünk. De szeretném, hogyha így pár gondolatban azért egy-két ilyen főbb jellemzőjéről tudnánk beszélni. Például mit mond az nektek, hogy proaktivitás? Ez az első szokás, és mindennek az alapja, és számomra ez azt mondja, hogy felelősséget vállalok a saját életemért. Tehát felelősséget vállalok azért, amit teszek, amit gondolok, és azért az eredményért, amit kapok. És hát ez ugye a mai üzleti életben ezt a szót nagyon sokszor kezdeményező készségként fordítják le, de azért ez ennél sokkal többet jelent. Tehát számomra ez a fajta felelősségvállalás, hogy igenis az én sorsom, az én életem, ahogy alakul, az leginkább tőlem függ, és leginkább magamra mutathatok ebben. Esetleg, Laci, mi az, hogy rés? Ez egy modellhez kapcsolódik, amit a proaktivitáson belül tanítunk. Azt szoktuk mondani, hogy a bennünket érő ingerek és az erre adott válaszaink között nekünk genetikailag adottságunk van arra, hogy használjunk egy rést, tehát nem vagyunk arra kényszerítve, mint mondjuk az állatvilág zöme, hogy a bennünket érő ingerre egy azonnali, automatikus, felcsattanó zsigeri választ adjunk, ami általában ugye a kisagyból érkezik, vagy az amigdalából érkezik, hanem én azt szoktam mondani, hogy mi már a gyíkoknál egy kicsit tovább tanultunk, kifejlesztettünk egy nagyon nagy kapacitást az agyunkban, az agyunk zömét ma már a szürke állomány teszi ki, abból azon belül is a sztára prefrontális lebenyit elől, úgyhogy képesek vagyunk tudatos válaszokat adni az ingerekre, nem vagyunk az automatikus válaszokra kényszerítve, és a rés azt jelenti, hogy felfedezzük azt a szabadságot, hogy az inger és a válasz között, ha akarok, akkor beiktathatok egy időintervallumot, amikor elkezd bekapcsolni a nagyobb időigényű szürke állományom az amigdalámhoz képest, és képes vagyok a saját értékrendem és a saját céljaimnak megfelelő tudatost választ adni egy adott ingerre. Ezen keresztül teszem bele gyakorlatilag az irányítást az életem alakításába, hiszen a véletlenszerű vagy zsigeri válaszok helyett az én céljaimnak megfelelő, és egyébként az értékrendemnek is megfelelő válaszokkal irányítom a sorsomat. Gyakorlatilag ezekkel azok az ingerek, amelyek érnek bennünket, nagyon hasonlóak, de azok a válaszok nagyon különbözőek, amelyeket erre adunk, és az emberi sorsok közötti különbségek végül is erre a válaszra és az ingerre eredeztethetők. Mondanátok erre az ingerre esetleg konkrét példákat, hogy a nézők értsék pontosan, mi ez az inger ilyen? Mi lehet egy inger?
Hát például mondjuk valaki rám ordít a boltban, vagy akárhol. Abszolút váratlanul, igen. És akkor nyilván van egy ösztönös reakció, hogy fenelje meg, mit képzel ez az ember. És akkor ugye megkérdezem magamtól ebben a résben, hogy de hát az az ember, akivé én válni szeretnék, vagy akire gondolom magam, az hogy viselkedik egy ilyen szituációban. És közben egy kicsit levegőt veszek, lenyugszom, és lehet, hogy nem is törődök vele. Így van. Pont ez jutott, bocsáss meg az eszembe, hogy azt itt hallgattam, hogy ugye ez azért talán a szüleink megtanították ezt, és mondtátok, hogy ezt nem is a Stephen Covey találta ki, hanem összegyűjtötte végül ezeket az életbölcsességeket. Hogyha anyukám is mondta, hogy kislányom, számolj 10-ig, mielőtt válaszolsz. Igen, de ezt nem tette hozzá, amit most te is, Erika, hogy de fontos, hogy annak megfelelően válaszoljak, ami ugye proaktívan szeretném, hogy abba az irányba menjen az életem, és azt kapjam majd eredményül az élettől. Valamit akartál mondani? És nekem is eszembe jutott egy példa, hogy én manapság rendszeresen azt teszem, ha kapok egy olyan e-mailt valakitől, ami elsőre feldühít, és ha azonnal írnék rá egy választ, akkor valószínűleg az nem az a válasz lenne, amire 5 nap múlva is büszke lennék, és örülnék neki, hogy ezt így írtam meg. Nagyon gyakran félre rakom ezeket az e-maileket, és másnap válaszolok ezekre, és már teljesen más stílusban a céljaimat és az értékrendemet figyelembe véve tudok válaszolni ezekre a levelekre, és nem pusztán zsigerileg az érzelmeim vagy a pillanatnyi hangulatom által determinált válasz jön ki belőle. Tehát, hogy például itt is tetten érhető a rés, hogy egy írásbeli kommunikációban sokkal nagyobb szansunk van élni vele, mint egy szóbeliben, amilyet az Erika mondott példaként az előbb. Még egy dologra van idő. Mi az, hogy befolyásolási kör? Ez az egyik, szintén az egyik kedvenc témám, és én nagyon sokat tanultam az életem során ebből, hogy mi az, amiről azt gondoljuk, hogy mire nekünk ráhatásunk van, és mi az, amire valóban ráhatásunk van. Hát a befolyásolási kör az, amire valóban ráhatásunk van, és nagyon sokszor ezt mi kisebbnek gondoljuk, mint amekkora ez valójában. Azt gondoljuk, hogy hát azt majd a főnök tudja csak eldönteni, vagy ahhoz én nem vagyok elég okos, hogy azt befolyásoljam, vagy ez a rendszertől függ, vagy ez most a politika vagy a kormány határozza meg. És tulajdonképpen az, hogy hol húzzuk meg ezeket a határokat. Hogy az én befolyásolási köröm az egy ekkora kicsike kör, vagy pedig megnézem azt, hogy hol tudok még ráhatni erre a nagy egészre, és hogyan tudom ezt a kört nagyobbítani. Lassan tényleg lejár az időnk, úgyhogy Laci, ha megkérhetlek, akkor megtennéd, hogy egy vagy két mondatba így ezt az egészet valahogy így összefoglalnád. Beszéltünk ma a tudatosságról. Talán az inger válasz rés témakör kapcsán az is kiderült, hogy igazából akár szervi értelemben mit értünk alatt, hogy honnan jönnek a tudatos válaszaink, és honnan jönnek a zsíri válaszaink. Beszéltünk arról, hogy mi mit is nevezünk eredményességnek, hogy akkor vagyunk igazából boldogak, ha nem csak egyszer tudunk valamilyen sikerteleményt letenni az asztalra, hanem mindez nem teszi tönkre az eredménytermelő képességünket, ezért hosszú távon is képessé válunk rá. Közösen gondolkodtunk együtt a 7 szokásról, megemlítettük ezek közül az elsőt, a proaktivitást, és ott megnéztünk 2 apró modellt, ugye az inger válasz modellt, illetve a befolyásolási kör modellt. Akkor elmondanám, hogy nekem mit jelentett ez a beszélgetés. Én azt tanultam ebből, hogy az életünk valamennyi helyzetében, és tényleg bármelyik szerepben is vagyunk, szülőként, kollégaként, társként, vezetőként, minden helyzetünkben meg lehet azt vizsgálni, hogy az a helyzet, amiben éppen vagyunk, megfelelő-e számunkra vagy sem, és hogyha képesek vagyunk végig gondolni, hogy érdemes szemléletet váltanunk abba a helyzetbe, és annak megfelelően a cselekedeteinket módosítani, akkor nagy eséllyel eredményesek és sikeresebbek lehetünk abban a helyzetben. Remélem, jól értettem a szavaitokat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, és várjuk Önöket 2 hét múlva, amikor a sikeres vezetőkről fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Viszontlátásra! A műsort támogatta a Franklin Covey Magyarország, az egyéni, vezetői és szervezeti kiválóság szakértője.